A kézilabdának és a focinak már hosszú évekre visszavezethető hagyománya van Tiszavasváriban, és a kormány is kiemelt stratégiai ágazatként kezeli a sportot, hangzott el a településen szervezett sajtótájékoztatón. Tiszavasváriban aktív és mindig is aktív volt a sportélet, azonban az utóbbi időre elmondható, hogy voltak problémák, akadályok, nehézségek. Ennek ellenére a sportban dolgozók, egyesületi tagok, sportbarátok, sportolók mindent latba vetve megtettek mindent azért, hogy a legjobbat kihozzák ebből a történetből. A jövőre nézve ezen mindenféleképpen szükséges változtatni, segíteni őket. Szándékom az, hogy többet tudjunk adni a sportbarátoknak, a sportolóknak, a sportrajongóknak, Tiszavasváriban legyen jövője a sportéletnek. A sportoláshoz a feltételeket és a különböző létesítményeket is biztosítani kell, ezért az állam minden támogatást megad ezek építéséhez, közölte Vinnai Győző, a térség országgyűlési képviselője. A sportnak közösség megtartó ereje is van, ezért is fontos a járási központ működésében. Szeretnénk az önkormányzat kapcsolatát javítani a megfelelő társadalmi csoportokkal. Egyébként a sportfórum itt Tiszavasváriban nagyon szeretik a sportot, nagyon jelentős az utánpótlás képzés, nagyon jó a labdarúgó csapatuk, és a kézilabda is messzeföldön híres. A tanúszodák építése azért is fontos, mert az úszás alapsportág, illetve a testnevelés órákba is be van építve az úszás óra, közölte Szabó Tünde, sportért felelős államtitkár Tiszavasváriban. A kormány úgynevezett TTT programjában tantermek, tornatermek és tanúszodák épülnek és újulnak meg. A második ütemben 26 település jelöltek ki, ahol tanúszoda épülhet. Ez a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében második ütemben az a döntés született, hogy Tiszavasvári is kap egy ilyen gyönyörű, szép tanúszodát, ami tényleg azt a célt szolgálja, hogy a környék és a város és a települések, hiszen járásközpontról van szó, tényleg azt tudja nyújtani, hogy ne legyen olyan gyermek, aki nem tanult meg azért úszni, mert nem volt vízfelület a közelben. Úgyhogy ezt fogja biztosítani ez a létesítmény. Ebben van egy tanmedence, és van egy 25 méteres úszoda is, és ez tényleg kiszolgálja akár a versenysportot, az utánpótlás nevelést is, de elsődleges célunk az, hogy minden gyermek tanuljon megúszni, és ezáltal a családok is jöjjenek, és menjenek úszni, sportolni, mozgásgazdagon élni, hiszen egyetlen egy eszköz van a kezünkben, hogy megtarthassuk az egészségünket, az pedig a sport. A településen egyelőre még nem találták meg a közeljövőben épülő tanúszoda helyét, de Szabó Tünde hozzátette, már van ötletük a megfelelő helyszínre.